Hogy azt mindenki tudja, hogy Feri 52-ben született, mint egészen kis csecsemő, és azt hiszem, hogy minden kellene kezdeni a kérdezést, hogy mi a csoda volt az egyáltalán a hevesen született úriember részéről, aki, ha jól emlékszem, Egerben volt középiskolás, hogy Szegedre keveredjen ide az akkor még lánykori nevén József Attila Tudomány Egyetem természettudományi karára. Mi volt a motiváció? Erre még többször válaszoltam egyébként, de újra elmondom a dolgot. Tehát Egerbe úgy kerültem, hogy akkoriban, amikor mondod, a 60-as évek végén, ott az elsőnél szakgimnáziumban, ahol kerestek kémia-biológia szakosított hallgatókat, és egy kisebb tanterv volt, ahol hetente 5-6 órában tanultunk biológiát és kémiát, és ott volt egy ilyen verseny, kimásztás, hogy Heves megyéből összeszedték az összes olyan embert, akinek már volt valami tanulmány eredménye vagy verseny részt vett, hát akkor kimásztották az osztályt, aki aztán a Gálvégi gimnáziumban elindult a kémia-biológia szakon, ami a legelső volt az országban, egy kisebb jelölő volt. Hát szakgimnáziumban jártam, de nem volt le tanárikra semmi, ez egy útról jelölő volt. És a két tanárom, a Monámbali tanárom és Ivan nevű kémia tanárom volt, aki gyakorlatilag meghatározta az 20 életemet, mert ők mondták nekem másodikba, hogy harmadikban, amikor képen készítettem a tanulmányi versenyre, hogy rendben van, innentől kedve Szeged a pályának, ott épül az SBK. Én akkor nem tudtam, mi az. Viszont a kémia tanárom már hallott róla, mert a kémia tanárom is mondták, hogy oda menj, hogy csak ott lehet csinálni, hol kell egy bőgát, oda kutatni. És hát ez úgy gyakorlatilag el is dőlt minden, én megjegyzéteztem, lehetemre, hát autósan bekerültem tanulmányi versenyek miatt, és utána itt végeztem, és aztán következő forduló az volt, hogy a buszon egy cél, de ezt már később elmondom. Tehát így kötem Szegedre. Bocsánat, hogy közben kérdezek, de én úgy emlékszem, nyári találkozásaink idején még egyetemi hallgató korábban nyáron itt maradt Feri. Rengeteget találkoztunk, nagyon megbízható volt, mert megbeszéltük, hogy lemegyünk a Tiszára pénteken délután 3-kor, meg is jött 2 hét múlva. Az idővel kapcsolatos bizonyos csúszások, de úgy emlékszem, hogy te akkor, mintha valamilyen fizikai jellegű, vagy fizikás gyakorlaton lettél volna, és nem biológia. Nem, de azért már csak egy kicsit ne szaladjunk annyira előre az időben, mert még éppen csak befejezte a középiskolát, amennyire emlékszem, és utána elment katonának. Jó. Mint egyébként a beszélgetésünkből kiderül, egy időben egy helyen voltunk, katonák vásárhelyen, és mind a ketten, mint a katonák voltunk, különösen ő, de ezt már majd elmondja így el. 52-ben született a Bánkás Júri is, aki akkor szakasztársam volt a Vásárhelyi Baktanyában, és onnan ismerem a Bálinkás elnök urat, a Bott elnök urat. Úgyhogy tényleg 52-es évben nagyon jó volt, mert többen kerültünk onnan aztán Szegedre és egyéb más pozíciókba. De 71-72-ben voltam katona Vásárhelyen, a szomszédban, és mint felvegyő szolgáltam, voltam szakaszvezető, őrületben, mindent, én honvéd szereltem le a végén, mert sajnos a fegyelem, ez a baj volt a vaktai fegyelemmel, és így aztán, mint honvéd, ott során többet tovább szolgálni, ez rendkívül pozitív, hogy nem kívületem volt az egész vásárhelyi dolognak, viszont a laktanyát élveztem, a maga módján megtanultam, hogy az értékekre vigyázni kell, mert nem vigyázni, hogy elkapták tőle, de ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy akkor törődtem rá, hogy a nadrág szív, meg a makancs az egy érték, mert nem figyelsz, akkor elviszik, és meg kell fizetni, hogy leszerez. Ennyi volt az életedemelési hadseregnek, utána kerültem Szegedre, és akkor tárkoztam a Péterrel Szegeden, az SZBK-ban, mint biológus, és az már 5 éve később az életem után. Hát, ja, 5. éves korunkban találkoztunk akkor már a lövén, biológiai. De akkor még mindig nem kaptam választ erre, hogy miért voltál fizika gyakorlatilag. Ja, igen, nem, szóval a fizika úgy kezdődött, hogy eljöttem Szeged, eljöttem, itt voltam egyetemista, az első évet van, csináltam, aztán gondoltam, hogy csinálni kell valamit mégiscsak, mert itt nem lesz be a tudomány. És akkor valahogy elkerültem a fizika tanszékre, és elkezdtem mécskélni a torma peroxidának a aktivitását, mécskéltem a Várkonyi tanár úr fedett alatt. Hát ez olyan kellemes dolog volt, de nem nagyon mondott izgalomban, és utána egy este, amikor jöttem oda a laborból, akkor másodikos voltam, találkoztam Mátor Laci nevű barátommal, úriember barátommal és később főnökömmel,
aki azt mondta nekem, hogy na, ha itt vagy Szegeden, és tényleg az SZBK-ban jöttél Szegedre, akkor gyere most már az SZBK-ban, mert mi ezt meg ezt csináljuk. De buszom volt lehet, hogy bizony a magasságban éjszaka, és aztán másnap vágyottam az SZBK-ban, mert találkoztam Malik Apalival, aki a labor edzője volt, és innentől kezdve ugye az életem, többet ott vágyott az első meten Malik a laborjában, ugye ott 72-ben. És onnantól kezdve ott dolgoztam, és 76-ban írtam az első, nem írtam, 76-ot szerepet, az első cikkemben kászolódó voltam, akkor ott érdekes bírós hallgató, és 76-ban született a fiam is, úgyhogy 76 az egy jó évnárát volt. Ja, és közben 70-ben megősültem. Ez ennyit a magánélet, ennyit a önéletrajzomról, de ez történt. Tehát 72 óta vagy az SZBK-ba, és a Mátor Laci a tanáraim mellett játszott ebbe főszerepet, hogy becsártott az SZBK-ba. Ha becsátott, akkor ott maradtam. Mert 42 éve. 43. Régen volt. És mi volt az első külföldi utat? Nehéz visszaemlékezni, azt hiszem, hogy Párizsban voltam meg először. Nem, Görögországban voltál először. Hol? Görögországban, úgy emlékszem. Egy hétig valamit, nem tudom még mire, utána jött Párizs hosszabb idő. Hát én ugye, nem. Én először Párizsban voltam, UNESCO ösztöndíjjal, és utána 78-ban kerültem ki Moszkvába, ami örök érmény irányba, a konferenciára, ahol a Alfigyalajos akkori főigató vezette a magyar küldöttséget, és olyan osztokos tagjai voltak, mint a Hadacki Gyula, a Kis Gyula, a Mátor Laci, szóval rendkívül érdekes delegáció volt. Ez a 75-ös konferencia, ami szenzációs volt, de erről kérdezzetek, majd egy mesélve. Na, akkor mesélj létszős arról, hogy mi volt ez a híres neves moszkvai konferencia. Cintus Utapenesztroika? Nem, ez ott, elvittek bennünket a Rosszia szárdába, laktunk ugye ott a Vörös téren, ott a Dúl mellett, és nem mentünk a Moszkva folyóhoz fülödni. Ott a Szekes Tudós, én, egy páran, ilyen, minden 20-esek voltunk, lementünk, én levetköztem, kis füldönvágra, levetem a folyóba, kicsit elkezdtem buszkálni benne, kinéztem, se fül, se nadrág, se én, se semmi, se cipő. Ott ki volt téved, úgy nevelem a fővenyre, a készpénzt, mindent elvittek. Ott álltam Moszkva közepén, egy szár füldönvágra csöpögő üvesen, és próbálkoztam fölfélni a metróra, de nem engedtek fel. A gyorsúnyolja betúlt, hogy nem vagyok felhúzva rendesen, végül aztán egy rendőrű autó szeretett össze Moszkvába, Tibá volt az utcán, és bent a rossz ügyába, és fölkísért a emeletre, de úgy, hogy az átrium, vagy például a fogadás volt, én pedig fölfüggőrában mentem a rendőrrel a szobám, hogy megtaláljam a váltás farmeremet. És hát ez volt egyik élményem. A másik élmény az volt, hogy a Szekes Miklós, nem tudok is meg Miklós, a társadalmasokban, hogy lelkes csigász, amatőr csigász, nem amatőr, profi csigász, és azt hiszem már neveztek is, hogy a csigafajta bőjik le. Egy szakállas, majjófa úriember, aki még a hadseregből ütött egy ilyen gádált táskát, amely járkált sok éveken keresztül, és ugyanazonan Moszkva folyóban egy nappal később látott egy érdekes csigát lehajolt, és azzal lennőtt, hogy belesett a Moszkva folyó újjaiban, a farmadostól, a gádáltostól, mindenestől, csak a szakálló ki a víz fölött, a kiszállt, kijött a csigát, és visszamentünk a megint a metróállomásra, amikor felszállt a metróállomásra. Hát én rendben is volt minden, de amikor a metróba elmondtam, mikor volt neked folyik is patak jobbra, patak balra, a metró gyorsítok, előre fordítani, nézve a hátra, és már akkor olasztok, könyvben néztem, mindenki ment a lépikor, egy kicsit nagyobb, meg körbe volt, meg rögt, mikor farca látogált, hogy leszállt, kisvágycsolgott, és mondta, hogy ne nyírt, hogy miért mentek, hogy messzebbül a metróba. Ez volt a másik moszkvai dolog, de volt nagyon sok dolog is, abban nem publikus, mert volt a szálló környékén egy olyan park, amit nem tudom, rosszul kibeszél, az Ortyugár, Recreation and Working Park. Hát ott félelmetes társaság jött össze a időként esténként, a magyar delegáció volt, és mondom, hogy sokat tanultam az életről, minden persze, akkor ez már nem ennek a témát, nem betartozik. És a másik moszkvai dolog, hogy jöttünk haza, akkor ugye mindenki bevásárolt. Nekem lassan nem volt, de a Mátor Laci, ő horgász és mindenféle dolgot csinált, és nekem mondta, hogy mindenképpen hozni kell egy bulgár szivattyút, kell hozni Moszkvában, az olcsó, és az nagyon kell Magyarországon, plusz vett egy jégfúrót, amilyen télén befelé Baltorra, és ezt a repülőgépen akkor fölengedték, még nem számított halálos fegyvernek a jégfúrra, amilyen méteres volt valamilyen acél darab.
le volt délve a repülőgé közepére, és a tulajdon ott olvadta kezdve a kocsit a jégfúrón, hogy nem maradta a jégfúrón, na fiam fogja addig, amíg elviszem a kocsit. Hát a 23 benne egyesen üldögéltünk. Úgyhogy ezekben a moszkvai emlékeim ilyenek vannak, de és Moszkván többször volt elmegy utána, hát vagy 3-4-szer. Egészen 80-as végéig járkáltunk Moszkvába, meg utána azt hiszem 88-ban voltam, és akkor találkoztam, hogy olyan Mátolac után elment egy után, akkor végig akarni dolgozni. Bementünk egy szobába, Laci bement a fürdőszobába, megfogta az zuhanyt, megfogott, hogy benne meg megengedte, a zuhany kiszakadt a falból, lehetett a póc. Laci ott állt a fürdőszobába, rajta, csempjék, a füldön, mindenki, kijött, felötte az asztalt. És akkor mondtam azt, hogy most menjünk ki, mondom, mert úgy észkeztem, mint a világháború kitöltve lett benne, és kaptuk egy űrszobát. A folyosó végén egy amerikai úriember állt a lepedőben, burkolózó azt a tetején, és mondta, hogy svábogorak vannak a szállodában. Mondtam, bobor nem, egy testvérad van, de nem harap, mert már volt ilyen. De hogy akkor zavarjuk el, és akkor egy seprűbe összeszedtük a fábogorat, a gyerek leszállt az asztal, a Kalifornia egyébként szállodában, amikor egy illető leszállt, felült a cipőt, és mondta, hogy ugye befejezte a szállodát, és hatalmit Amerikában. Mert, na mindegy, szóval volt még egy pár évben Moszkváról, ez csak amire emlékszem. Ezek a, hogy mondjam, a szép emlékszem. És Párizs? És Párizs? Párizs jó volt. Annyi emlékem, hogy egy hétig nem tudtam senkivel beszélni, mert senki nem beszélt, azáltal, hogy anyám vértette. Mindenki francia társadalom volt velem, de aztán még mutogatni kezdtem. És csodáltam, hogy életemben először az Alien című, az idegennek az első részét. Azért meg megkövetkő élmény volt, hogy nem tudom, ki lát ezt a filmet. Szerintem minden... A nyolcadikus halász. Szerintem mindenki. Na és aztán doktoráltál, nyilván a kis doktori meglett. Egy 81-ben doktoráltam, de egyetemen. Ez 3 év volt akkor, már mostanak számított 77-ben végezte, 81-ben doktoráltam. És a mostani vizsgálatok mondom, az már hosszú volt a 3 év akkor. Most valaki 6-7 éve próbálkozott a külső megszerzésére, akkor 3 év volt, és már akkor úgy ezt elkéstem 3 évben. És egyébként ott volt Kati, aki gépelte a fogasnél Kati, aki gépelte a szakolatomat, mert nem tudom minket meg a doktori jelmet, mert akkor nem volt még számítógép, tudták eltenni. És Dusák Lilla fordozta. Igen, Dusák Lilla fordozta a növénygéjémet, igen. Úgyhogy ez volt 81-ben. És mert ezt mondta a Lendert tanárulról, hogy találtam egy papírt, elérjettem a hagyatékomat valamelyik héten, és találtam egy DK-n intőt, mert nem vettem részt a lelkesen az összefeszkedés munkátokkal. Mielőtt még idáig eljutunk, volt egy érdekes történeted a nyelvvizsgátról. Úgy emlékszem, hogy az első kör nem sikerült, talán az érthetőség okából, de a másik az, amit elmeséltél, és hogyha az a történet igaz, az nagyon aranyos. Már nem emlékszem, már emlékszem. Emlékszem, őszintén nem. Emlékszem, hogy másfél évre mentem el, arra emlékszem, hogy másfél évre mentem. Akkor kénytelen vagyok én elmondani, arról volt szó, hogy szokásos rendszerességgel Feri megérkezik, és nem volt nála okmánybélyeg, Rigó utca, még valaki emlékszik, és a bizottság ott ül, vizsgáztatni nem nagyon akarja, hát már mélyek nélkül ugye problémás, és megkérdezték tőle angolul, ő mesélte, megkérdezték tőle angolul, hogy miért nem hozta az okmánybélyeget, és akkor Feri elkezdte magyarázni, hogy az a harci helyzet, hogy tudom, lekéste a vonatot, ez volt, az volt, a posta bezárva, nem ismerték mi az, hogy okmánybélyeg. Jó, elhangzott, bizottság elbocsátja, Feri elszaladt egy okmánybélyegért, visszajön, lihegve a bizottsághoz, na most akkor leül, az kezdi a vizsgát. És kérdezi a bizottság, hogy mit keres itt? Hát, hogy itt az okmánybélyeg jött vizsgázni. Mondták, ó, hát ez a beszélgetés, amit előzőnek folytattak, meg is volt a vizsgája. Meg is volt a szóbeli vizsgája. Igen, ez a szóbeli volt, igen, azért van, azért hallgattam ezt, mert a vizsgák van ilyen írásos része is, és jó, akkor ez az jó. Egyébként, hogy nyugodunk ki rá. Mondtad, hogy nagyon kemény történeteket nem esélyt. Nem, ez így volt, de ez csak így anekdóta, mert akkor azt mondom, már máshogy elpróbálkoztam, és közben Zvérkában már beszélgetek angolul a Maliga Pali előtt, mert már 76-77-ben is már angolul kell tartani a szemináriumunkat, ami félelmetesen nagy dolog volt számomra, mert tényleg beszéltem angolul akkoriban. Én most tanultam sem angolul egyetemben, a gimnáziumban németül kell tanulni, és hát orosz tudásom az félelmetes volt, de angolul nem tanultam, egészen nem tudom az Zvérkában.
és tényleg teljesen autodidakta módon kezdtem az angol tanulni, úgyhogy amikor Márton az és a Malin volt a tanárom angolul, az angol tanulmányban. Aztán később 81-ben Arizonában ott megtanultam angolul 3 vagy 4 hónap alatt, aztán utána New Yorkban, már utána más kezdtem. Ja, hát ha már itt New Yorknál tartunk, akkor gondolom a következő nagy ugrásra volt, amikor hosszasan kikerültél Amerikába. Akkor egyébként egy időben voltam. Legelőször 81-ben voltam Amerikában, Arizonában egy fél éve, és azt a Malinapal intéztem, ugye az volt a, hát a szakmám az volt a kolpasztó, és mit akkor nagyon gyöntéggel foglalkoztam, és molekulárgyilkos voltam, azt csináltam, és hát ott volt egy laboratóriumban, kell hívni egy laboratóriumban, és azért majd az hosszabb távon a kapcsolat a Palinnal, mert nekem a szakmám, hogy a telefon foglalkozni. És akkor kimentünk, és eltett a fél év, Arizona ragyogó volt, tényleg megtanultam angolul, nagyon jó érzés, utána az elnél beszélni angolul, mert akkor még egyetemről van szó. És aztán 82-ben azt hiszem Pali elment Amerikába, de összevesztem vele, mert mondta, hogy nem megyek vissza Arizonába, hogy máshol akarok menni. És akkor Pali mondta, hogy rendben van, de ha elmész máshova, akkor ugye nem jössz vissza. Mondom, Pali, meg van beszélve, nem jött vissza többet ide. Aztán kérdezte, hogy mind a ketten, hogy mondjam, jövőlátok voltunk, mert nem oda mentem vissza, és Pali meg nem is volt utána Magyarországon, most is nincsen, mert azon is kidugunk Amerikába. De nem tudom, hova visszamennem, mert például Pali elmentem Amerikába, és nem jött vissza. De mindegy, szóval ilyen furcsán váltam a főnök, nem tudom, hogy nagyon sokat köszönhetek, de aztán mindenféle módon, sokféle és elkerültem New Yorkba, 83-ba, a Rockefeller Egyetemre. És én amai csak egy professzionál dolgoztam, még utána 4 évet, több mint. És ez volt 83. Akkor mentem februárban, és hozzá kell tennem, úgy mentem ki, hogy senki nem kérdezte, hova megyek, mit csinálok, nem kell kéne engedélyt, nem kell semmit titkosítanom nekem. És azt mondták, ez olyan különleges dolog volt, hogy ilyet nem is hallottam, hogy róla egyszerűen fogtam, hogy elmentem. Ami az érdekes dolog volt, az volt, és ez tényleg ez egy megtörtént eset egyébként, hogy viszont nem adtak egy vasat, csak menni neki Amerikába, nekem kellett elindulni, hogy hogy került be a repültéről, a JFK, hogy került be a Rockefeller-hez. Nekem $1 volt, vagy $2 volt, a nagymamám valahogy összekunyolt vállal, még hevesen van a szomszédoktól, de $2 volt komolyan. Beültem a taxi, és a taxi, hogy $20 volt a taxi, és akkor megérkezett a Rockefeller Egyetem, új posztok. Mondom, hogy csak várjon már egy pillanatra, mert fölmegyek, kérek pénzt valaki, és a taxi. Mondta, hogy nem vár, hogy ez egy szó se lett róla, hogy sem fogok visszajönni. És mutattam az órámat, volt egy rakétlenegyő órám, orosz gyártmányi óra, vagy osztó, nem tudom, meg hívták, vagy sírja, mit tudom, hogy hívták. Mondta, ez viszont érték, hogy adjam ezt zálogba ide, és akkor, hogyha ezt itt hagyom neki az órámat, azt hiszem, volt körül $2 érték óra volt, ez egy orosz márka volt. Levettem, adtam, mondom, hogy nem jövök vissza, az óra magáért. Uram, deal. Úgy kifejtem a osztott karórámat, fölmentem a lejtelmes, ott a nám sem mondta, hogy akkor ő felkap, hogy ők vagy örültek, és ez volt, így érkeztem a New York-ba. Ez tényleg igaz történet, de nem várom különben, hogy megszólt az órától. Mert előtte volt egy dokszakarórám, azt viszont fotballoztam az SZBK-ba, és fölcsattottam a kapufélfára, mikor meg egyetemista voltam, azt pedig ellopták. Utoljára egyetemben kaptak tőlem az SZBK-ban, ellopták a karikagyűrűmet, és ellopták a dokszakarórámat. Még a feleségemtől kell elnézést kérni, nem adott nincs karikagyűrű kezemben, mert hát elveszett a egyéves árságunk első évfordulójára, elvesztettem a karikagyűrűmet, mások meg nem felestük helyette. És micsoda munka volt ez, ugye, elveszteni? Hát egy karikagyűrűt? Na, ez igen. Ez volt 80, most már sokat mentek el időben, 83-ba tartunk, de volt például minden volt már, és akkor 83-as, akkor sok minden történt 83 után. Megszült a lányom 87-ben, ő Amerikában született New Yorkban, ő most Németországban, ő bomba, és ő amerikai állampolgárként született, de aztán teljesen hagyott Magyarország, itt maradt sokáig velünk. Én pedig hazajöttem 87 végén, aztán visszamentem 80-ban, visszamentem még kicsit, és 88 végén újra hazajöttem Magyarországra, és akkor próbálkoztam dolgozni az SZBK-ba, nekem azt mondta egy illető, nem tudom nevet nevezni. Na várj, egy picit hagyj bármilyen közben, mert én emlékszem, ugye meglátogattalak titeket Magyarországba, és akkor volt egy nagyon érdekes beszélgetésünk, mert hát ugye ez még a bőven a rendszerváltás előtt volt, még nem is nagyon lehetett érezni akkor, hogy nálunk valami változás fog történni, és akkor beszélgettünk arról, hogy menni vagy maradni, És akkor én inkább a maradás oldalánra próbáltam helyezni a hangsúlyt,
te meg bárki kardoskodtál, azt mondja, hogy nem, haza kell menni valahogy. És az jó lenne, ha most megosztanád a többiekkel, vagy akkor mi voltad, mik voltad az érveid, ami miatt végül mégis hazajöttetek. Mert nagyon jó helyen voltál, csúha, tényleg, rengeteg cikket írtatok, akár az utóda is lehettél volna, szóval a Rockefellernek jó helyen volt, miért döntöttél mégis úgy, hogy inkább hazajössz? Nem tudom. De őszintén nem tudom, most utólag belegondolok az adott szituációba. Egy dologra emlékszem, hogy aggódtam amiatt, hogy az egyetemre mennek a gyerekeim, nem fogom tudni őket Amerikában egy egyetemre járatni, mert nincs évi 89 dolláron per gyerek per év. Ez volt egyik motiváció. A másik, én azt hiszem, hogy én azért a maga módján, én, ez lehet, hogy ez egy nem tudom milyen hatás. Tehát úgy voltam, hogy jó dolog megcsinálni sok nélkül külföldön, de ha igazán akarsz valamit csinálni, és akár ismerjék, azt itthon kell megcsinálni Magyarországon. De volt bennem egy bizonyítás, hogy közben jártam az a Magyarországon közben én. Hát mondták, hogy persze, hogy könnyű négy-öt cikket írni meg ezt, meg azt így csináld meg Magyarországon. Vagy itt párszor mondták, mondtam, jó, mondtam segédigét, meg fogom csinálni. És akkor részben ez volt, a másik az volt, hogy én azért magyarnak éreztem magam furcsa módon akkor is, és lehet, hogy ez egy hiba volt, hogy hazajöttem Amerikába, ez máig rágódom rajta. De nem tudom megválaszolni a kérdést. Igazából nem, inkább azt hiszem érzelmi döntés volt, és azt hiszem a feleségem volt, aki nem nagyon akart hazajönni, jól emlékszem? Sírtam hazafelé, és meg visszafelé, és a kettőt szerettem. Tehát úgy emlékszem, hogy egyen furcsa volt, mert én voltam, aki jönni, én mentem mindenki 83-ből, nem akart jönni, mert el kellett adni a fényképezőgépet, hogy legyen repülőjegyet, meg eladtuk a Trabantunkat, a PH-08 című kávébarna színű csodálatos gépjárműnket eladtuk, hogy ki tudjuk repülni Amerikába gyerekkel. Visszafelé még komplikáltabb volt, mert visszafelé még egy gyereket kellett hozni, az még egy mózes kosárba. De ő kimaradt volna, én jöttem haza inkább. Én jöttem haza, mondom, ez a motiváció az volt, hogy itt is meg kell tudni sem Magyarországon, mégiscsak Európában akarok lakni. És hát volt egy pár egyéb dolog, nem tudok megfogalmazni konkrétan, csak valami hazahozott. Mondom, egészen addig, egy pillanatot befejezem most már, egészen addig, ameddig nem találkoztam az illetővel, az SBK-ben hazajöttem, és mondom, akkor adjatok már egy asztalt valamit, hogy csináljuk. Hát nem diszidáltál, csak szűj lét a folyosóra, van egy széked. De mondom, ez? Hát mondom, most jöttem haza. Azt mondtam, hát azt hittük, hogy diszidáltál. Mondom, nem diszidáltam. De hát akkor ki hívott, minek jöttél haza? Nincs helyed. Fogtam magam, ezt tényleg történt. Kérdődtem a Nature-t, ott volt benne egy átsületés, Friedrich Michel Institute keresett növényi molekulárbiológus csoportvezetőt. Itt leültem az SBK folyosan, írtam egy levelet, megpályáztam, egy hónap múlva Bázelben voltam, ott voltam csoportvezető, oda mentem csoportvezetőnek. Ez így, tehát 88-ban hazajöttem, 88-ban is aláírtam a szerződésemet Bázelben, a Friedrich Michel Institute-ban, utána ott voltam 10 évig. Csak egyetlen egyet szeretnék mondani, azt, hogy tényleg időnként megjelent Magyarországon a New York-i időszaka alatt. Szóval valamikor augusztus közepén, én az ügyészségen dolgoztam, az irodámban megjelent Ferenc egy Adidas rövidújjukba, egy Adidas rövid sportgatyába, a hóna alatt az elmaradhatatlan fekete táska, és azt mondta, hogy ide figyelj, hívd már meg ebédre, mert itt még a kártyát nem ismerik. Majd megadom. Ennek van egy pár évtizede, de ez bizonyítja, hogy tényleg járt haza. Megkérdeztem, hogy egyáltalán miért jöttél, nem hogy diszidált vagy nem diszidált. Azt mondja, tudod, muszáj volt hazajönni, mert tele voltam már New York-kal. Ennyi volt a válasz rá. Tehát kiegészítésképpen ahhoz, amit eddig mondott. De hát tulajdonképpen a híres neves hihetetlen versenyszellemedről azért ismerünk, mert mind a ketten teniszeztünk már veled, egyszer-kétszer. Úgyhogy ezek szerint tulajdonképpen, amit mondsz, a híres neves versenyszellemet, hogy azért is megmutatom, hogy itthon is lehet ezt jól csinálni, ez hozott haza a jóból. Ez egy motiv, ez egy döntő moment. Igen. Svájcba újra. Nem, ezért rá Istenben vagyok, fölmértem a lehetőségeket. Miután ezt kaptam, hogy mondjam, ez volt a fogadás, úgy voltam, hogy nem kell erőltetni, mi nem megy. És 88-ban elmentem, de úgy hozzá kell tenni, hogy közben megalakult a magyar laborom az SBK-ból. Tehát nem úgy mentem, hogy fogtam és összecsomagoltam és itt hagytam mindent, hanem azért volt egy idő, miközben a 88-as évektől fogva Fejér Zsókával kezdtem, hogy az első munkatársam, elkezdtem megalapítani az SBK-s munkacsoportomat. És még visszajöttem Svájcból 96-97-ből, addigra már 8 fővel dolgozott a magyar laborom. Úgyhogy azért közben azért én
egy pillanat nem szakadt a Magyarországtől, sőt, egyre többet volt a Magyarországon. Persze Svájcban is dolgoznom kellett, mert évente volt kiértékelés, és addig volt az állásom, addig teljesítettél. És nyilván mértem vissza 90 meg ezzel a kérdést, mert a, hát gondolom, hogy nem emlékeznek rá, hogy a 96-ban írták ezt a bizonyos Howard Hughes pályázatot, amikor a Kelet-Európában hazatérő tehetséges embereket megfinanszírozta a Howard Hughes, hát nem tudom, alapítvány mondjuk, és akkor nyertem 100 000 dollárt 96-ban, hogy hazajövök Magyarországra, ha hazajövök Magyarországra. És úgy tudom, hogy 100 000 dollár az olyan nagy pénz kutatásra akkoriban, hogy 5 évre adták, tehát az 500 000 dollár volt 5 évre, mondom, ezt már megéri, erre már el lehet indulni, és akkor mondtam én, hogy és úgyis megcsinálom Magyarországon. Ez volt a nyilván másik motiváció, és akkor újra hazaköltöztünk a feleségemmel, akkor Svájcba költöztünk vissza, és akkor azóta többé-kevésbé Szegeden vagyunk, többé-kevésbé, de hozzá kell tenni, 2008-tól pedig Edinburgh vagyok egyetemi tanár, és most megyek nyugdíjba az Egyesült Királyságba idén, december 31-el, de ezt majd a végére jutunk idáig. Tehát 96-ban jöttem vissza Svájcból, és 96-tól főállásban, teljes munkaidőben egészen 2000-ig dolgoztam az SBK-ban, és 2000-ben pedig elmentem Gödöllőre főigazgatónak a mezőgazdasági biológiai kutatóközpontba. Úgyhogy most itt tartunk időben most. Ez az adekvát kérdés, miért? Mert az a Gödöllői időszak az nem volt egyszerű. Ezt onnan tudom, hogy tenisz után jó néhányszor leültünk üdítő italt fogyasztani, és ebben az esetben azért szóba kerültek a Gödöllővel kapcsolatos kérdések, ami azért se az elején, se a végén, hogy mondjam, nem volt egyértelműen csodálatosan örömteli. Én most úgy tekintek rá vissza, az ott óvoda az SBK előtt. Ott minden megtanultam, hogy az SBK-t most használom kemény főigazgatónak, azért nagyon kellemes gyakorlat volt arra, hogy a véges olyan lesz, azt nem tudom, mint a Gödöllői vége volt, de 2000 egy különleges év volt az életem, különben is egyébként, mert hát el kell dönteni, mi lesz ilyen velem. Tehát akkor úgy rágódtam rajta sok minden, mit csináljak, hogy merre megyek, mit csináljak. Fölmerült bennem az is, hogy a következő évek közepén meg fogom pályázni az SBK-nak a főigazgató állását, de ezt különféle okok miatt nem tettem meg. De mindenképpen többet akartam, mint csoportvezetőt. Ez mindenképpen egy szempont volt, és ki akartam próbálni azt, hogy tudok-e igazán vezetni intézetet. Nem csoportot, intézetet. Tehát nagyot, független. És gondolom, hogy ez egy ilyen tudomány szervezési irányba jutott voltam már akkor is, és gondoltam, Gödöllő a mélyetén olyan 200 fős intézet volt, az, hogy megfelelt nekem, hogy kipróbáljam a, hogy mondjam, tigris karmaimat, hogy néz ki a dolog. És ez utólag azt kell mondanom, hogy egy nagyon jó gyakorlat volt, nagyon sok mindent tanultam, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ott úgy emlegetik azt a 6 évet Gödöllő, mint aranykor. És ezt nyugodtan meg lehet kérdezni bárkitől, akkor az intézet akkor élte a csúcsát és aranykor lehet az intézet. Akkoriban a Gödöllői produktum az összemérhető volt az SBK Növénybiológiai Intézet produktumával, sőt, az első EU-grantokat Gödöllőn kapták meg. Úgyhogy mondom, hogy az egy nagyon-nagyon-nagyon jó időszak volt. A vége furcsára sikeredett, de ennek is megvan a saját kis olyan szépség az eleje, még a Torgyán miniszter úr nevezett engem annak idején ki főigazgatónak Gödöllőre, és kaptam egy papírt, amit István tanúsít, hogy úgy szólt, hogy tól, de nem volt rajta, hogy íg. Ami azt nem, jelenti, hogy... Bocsánat, javítalak, nem volt benne, mert ugye ez egy pályázat volt 5 évre szóló idővel. És ezt a pályázatot nyerte meg, viszont a kinevezési okiraton határozatlan idő szerepelt. Szó szerint így szólt az okirat, hogy határozatlan időre nevezeni ki, nyugodjon békébe, Torgyán József, földművelésügyi és... Valamilyen miniszter. És nem is tudom, település. Vidékfejlesztési miniszter. Szó szerint így szólt. Tehát egy nagyon érdekes jogi helyzet állt elő, hogy egy 5 évre kiírt pályázatot a miniszter úgy ír alá, hogy annak nincs határideje, nincs lejárati határideje. Úgyhogy ez abból a szempontból is érdekes volt, hogy ugye Gödöllő az nem volt a Tudományos Akadémia cége, hanem ez a minisztériumhoz tartozott. Na most, hogyha a minisztérium első embere a saját cégét, pontosabban a saját cégének, a kutatóintézetének első emberét így nevezi ki, akkor így nevezi ki. Tehát ez egy igen érdekes jogi helyzet volt. Hát tárgyaltuk, hogy
érdemes ebbe beleszállni jogilag, és akkor úgy döntöttünk, hogy Szél ellen egyébként sem érdemes zongorázni, mert szembe hordja a billentyűket. Úgyhogy ezért kellett valamiféle más megoldást találni, ami mi lett. Azt hiszem, nem pályázta meg újra a főgatóállást, mert csak kiírták 6 év után. De aktív megoldás azért született. Micsoda, mire gondolsz? Edinburgh. Ja, igen. Ja. Én tudjam, hogy... Na nem, csak nem. Azt hiszem, hogy operatíva kérdezett. Nem, 2006 volt egy másik kulcsajó volt. 2006-ban összevesztem az akkori államtitkár helyettesét a minisztériumba, és eléggé elfolyult a vita. És tényleg azban maradtunk, hogy ő azt mondta, hogy álljak fel, én mondom, álljon föl maga. És utána hát eztán azt mondta mindenki, hogy mégse kéne megpályáznom az állást. Mondtam, hogy nem pályázom meg. 2006-ban az akadémia újfent nem váltott tagjává, levő tagjává 2006-ban, amikor már úgy éreztem, hogy... Ez az én kérdésem, mert hogy tulajdonképpen sikeres voltál Amerikából, ilyetetlen ciklistával, ilyetetlen hírsünk, akkor nem is volt ilyen index. Mi volt? Impact Factor. Az volt Impact Factor. Szóval tényleg mondjuk a magyar akadémikusok közül is messze kiemelkedett az idézettséged, és mégsem ment olyan nagyon egyszerűen az akadémikussá való. Ezt el kell mesélni, mert nem baj, hogyha a YouTube-ból ezt az se érdekel egyébként. 2000-ben először nevezte nomináltak levelőtagnak, akkor azt mondták, hogy nem lehet ilyen korán megválasztani valakit, mert csak HIV nagy doktoráltam. 2003-ban újra neveztek akadémiára, akkor azt mondták, menjek az agrárosztályra, mert akkor voltam, hogy főnöke voltam Gödöllőnek. 2006-ban azt találták, hogy féltanítani kell, akkor már 48 éves voltam, vagy nem tudom, és akkor túl öreg voltam, és akkor két kiváló kollégát, mert két kiválkozat beválasztottak az osztályra, majd 2009-ben végül is, nem távol más ügyet, úgy gondolom, beválasztottak, és azt kell mondanom, hogy abba, hogy akkor sikere jártam, abba utólag hallottam a Verencei Pajnak, nagyon sokat kell köszönnöm, mert ő tartott olyan beszédet az osztályon, majd meggyőzte az osztályt arról, hogy előbb-utóbb már csak illene beválasztani, ha már egyszer közben a Német Akadémia tagja lettem, akkor választam be a Magyar Akadémiára is már. És közben 2008-ban megkaptam a Széchenyi díjat, akkor 2008-ban bekerültem az Embol Council, a tanácsba, tehát volt egy pár olyan toll a kalapomon, és akkor a Palif állt föl, és akkor addig győzködte az osztályt, hogy akkor már, hogyha már egyszer van Széchenyi díjam, van már ilyen díjam, olyan díjam, olyan díjam, meg tagjuk a Német Akadémiának, Leopoldinak, akkor talán már beférek az osztályra is. Na és aztán 2009-ben befértem, úgyhogy hát ez történt. És ez volt a hosszú út az akadémiusági nyakkendő, vagy nyakkendő nélkül teljesen mindegy, de ez a történet. Ezt el kellett mondanom. És ott tartunk Edinburgh-ban. Na, visszatérve, 2006-ra. 2006-ban fölálltam Gödöllőről, nem lettem akadémikus, és nagyon el lettem keseredve. És akkor mondtam, ez olyan volt, mint Amerika után, hogy most már ennyi volt Magyarország, újfent eltároztam, hogy ennyi volt Magyarország, és 2008 április 1-én én megpályáztam egy állást Skóciába, ezt a skót egyetemeknek a... mindegy magyarul, hogy mondjam, ez egy ilyen szerettek volna vizni Skóciába a nemzetközi hírű és jó nevű biológusokat. Föl akarták higítani a belső merev skót rendszert, hogy ne csak skótok legyenek az egyetem, hanem legyen az egyetem internacionális. És egyik barátom, akivel a csúvalaból dolgoztam együtt, ő közben elkerült Edinburgh-ba, és ő mondta, nézd, itt az állás, itt a Nature, újfent Nature, csak most már nem ezért írtam le, nem írógéppel, hanem megpályáztam, elmentem az interjúra, és ez volt 87 végén, vagy bocsánat, 97 végén, és nem fogom soha elfejteni, ültem a bizottság előtt, és megkérdezték, hogy mondjuk magyarul, hogy miért önt választjuk. Ha már maga az alfa jelöltünk, akkor miért önválasztjuk? Mert én azt mondtam, nem egyszerűséggel, hát nézzék, ezt angolul mondtam, nem akarom ellenzni, és angolul azt mondtam, mert én vagyok a legjobb, mondom. És erre mondták, hogy ilyet még senki nem mondott még. és szóval mondták, hogy akkor meg is van, el van intézve, lépjen munkába április 1-én. Na most a probléma az volt, hogy nekem full állásom, tehát teljes állásba mentem Edinburgh-ba, és nagyon sokáig tartom, hogy kitárgyaltam maga 50 szájkos állásra, hogy nem akartam felni, közben lehiggadtam. Nem adtam fel a Ramat Szegedre, nem mentem el Edinburgh-ba teljes állásba, hanem 2008-ban, és akkor jól döntöttem 2008 április elején,
hogy mégsem megyek el Magyarországról, mégis itt maradok Szegeden, de 50%-os állásba kaptam Edinburgh-ba, és Szegeden pedig 100%-ban dolgoztam. És hát ez volt 2008-ban. Szóval 2008 nagyon érdekes év volt. Én azt hiszem, hogy meghatározó jellegű az életemben 2008, és most 18 van. Hát nem tudom, 18 milyen lesz. De reméljük, mert nem történik semmi drasztikus az év végéig. De erről már később. A drasztikusra most pusztán szakmát értek, oké? Okay? Tehát semmi olyan dolog, nem magánéletbeli, nem labor, ez tiszt, pusztán tudománypolitikai kérdés, de majd meglátjuk, hogy szó kerül, leszünk, beszélünk erről, vagy nem, majd meglátjuk. Most ez kihívó jellegű volt, hogy kérdezzünk valamit ebbe a témakörbe, vagy ne kérdezzünk. Péterrel megállapodtunk abban, hogy mondjam, az aktuális tudománypolitikai kérdéseket talán nem kellene taglalni, mert ugye azt mondták, hogy a YouTube-on örök életre megmarad, és nem biztos, hogy mindenki szeretné, hogyha örök életre ez így maradna. Én viszont azt kérdezném, mert ennek is voltam szenvedő alanya, hogy állsz a sporttal? Most nem a teniszre gondolok, mert az a tudom, hogy rosszul, de az összes többi sporttal. Na hozzá kell tennem, hogy a kollégám lerokkant mellettem, vele kezdtem teniszezni. Szóval nem elég mozgékony már hozzá. Úgyhogy váltottam most ő a teniszpartner a másik oldalon van. Hát nem tudom, meddig húzza mellettem. De aki akar teniszezni, annak bárki összes teniszezek. De azt is hallottuk, hogy még az unokáital is hajlandó volt. Unokáimmal fotballozom, és időnként elmegyek velük a PIK Szeged futóversenyre, és én vagyok a legfiatalabb nagypapa az osztályban, úgyhogy én futok a gyerekekkel, de ügyesek, de most az újjára futottunk aztán együtt, mert most már kezdenek gyorsabbak lenni, mint én, és most már kezd megviselni a 6 km, meg 3 km. De eddig én voltam a családban én voltam a futógép, és a fotballozni szoktunk sokat a gyerekekkel, bár mostanában már nem csinálják azt sem. Nem hagytam nyerni őket. De gondolom, mert nagyon nem szeretsz veszíteni. Ezt igen, nem hagytam nyerni őket, és, ebből, és most meg már nem tudok nyerni ellenük. Úgyhogy ez a probléma áll fönn, és most pillanatnyilag ilyen csendes béke időszakon köztünk, mert még várjuk egy döntő összecsapást, mondjuk egy év múlva, amikor egy a kettővel játszunk, és ha akkor megvennek, akkor feladom, akkor többet nem fotballozok velük, akkor keresek egy másik sport, amivel jobb vagyok, mint ők, akkor elviszem őket teniszezni. Úgyhogy én bármit csinálok, csak az igazság az, hogy elfogyott a korosztályom a sportpályáról mellőlem, kivéve a Pétert, ő még jól bírja magát. De a többiek, tehát fotball, nem tudok már kivel, mert nincs már össze egy csapat, kosár, de nem tudok játszani, nincs az a csapat. Tehát magyar, abban maradtunk, hogy a tenisz, mint egy békés sport, a háló köztünk van, nem tudunk. Na, ezt azért na, igen, békés, de azért békés, mert nem játszunk meccset. Mert ha meccset játszanák, nem lenne olyan békés. Hát de azt mondom, nincs értelme meccset játszani, mert egy oldalú lenne teljesen. Én is így gondolom, hogy ez az, ami világ életében jellemezte a Ferit, ez az abszolút szerénység, ez a visszafogott szerénység ebben a kérdéskörben. Hát én azt mondom, hogy most kéne teniszezni, fölni a YouTube-ra, és nekem mondani a közösséget, na, ki nyerne ennek alapján, amit látnak ott, jó? És akkor szerintem a szavazás alapján egyértelmű lenne a válasz. Na jó, mindegy. De elég a sport, azt szeretem a sportot, csinálnám is, mondom, és próbálom is csinálni még, de igazából nehéz a választás. Szóval futni azért az unalmas, úszni még nem. Ja, és hát én úsztam éveken keresztül még Egerbe, a gimnáziumba, és megutáltam ilyet a hideg vizet az úszodába. Én azért úsztam ott vagy 6 évet versenyszerűen, és egy párszor lementem Szegeden az úszodába, de de azért fociztál végig. Focisztál, nem fotballoztam. Focisztál Bázelben? Igen. Bázelben fotballoztam, a svájci NB3-ban fotballoztam, az FC Hungáriának voltam középhátvédje. Jaj, fotballcsapat, az FC Hungária. Na, ez egy fotballcsapat volt, ami úgy állt, volt benne 4 magyar, 3 argentin, vagy 2 argentin, egy spanyol, egy angol, és a előttem fedezett páros, aki játszott előttem, egyik az szó szerint prostátok a futató fiatal stici volt, aki Magyarországról ment oda ki, hát és azt ígért, hogy aki gólt rúg, annak aznap este szabad a pálya.
a szó fizikai értelmében, és a másik az egy orgazda volt, a harmadik egy festő, képen jött ki a börtönből, ez volt FC Hungária, én voltam professzor úr. Mert én jártam egyelőre zakóba le a csapat edzéseire, és mikor megjelentem, mondták, hogy helyprofesszor, és akkor bemutattak a szertárosnak, és mondták, hogy... És akkor már hát igen, mondom, ilyen helyprofesszor én vagyok. És utána ezek a fiúk engem befogadtak, úgyhogy tényleg pariba voltam velük, és mikor eljöttem, akkor külön bulit csináltak a számomra, ahol kaptam tőlük egy teniszütőt, az első sütőt, meg kaptam tőlük egy tányért, meg fényképet, és ez a csapat, ahol nekem az én iskolásom, az egész csapat egyenlő volt összességében. Nagyon éreztem magam, nagyon nyitottak voltak, nagyon őszinték voltak, és abszolút nem voltak durvák és gorombák. Tehát mikor velük voltam, akkor tudtam velük azonosítani, hogy befogadtak. Nem érezték azt, hogy nem volt köztünk osztálykülönbség, így mond. Ez számomra nagyon érdekes dolog volt, és sokat tanultam bizonyos számot tőlük, amit még most is úgy időnként az életben elő kéne húzni, hogy akkor sokféleképpen viselkedni, és nem biztos, hogy mindenképpen az arrogancia, az a legelső szempont, amivel ezt csinálni kell, de ez egy más kérdés. De számomra egy kicsit bántó, mert ezt a gyakorlatot Szegeden a bőrdíszmű köztudomás jóképességű csapatában sajátítottad el, mert együtt játszottunk ebbe a kis pályás csapatba, és én életemben nem láttam olyan hátvédet, mint a Feri. Amikor jött a labda, fölugrott fejelni, először lekapta a szemüvegét, fejelt, és hetés közben még visszaesett. Mondtam, hogy ezzel fölléphet. Igen, ott kezdtünk a fotballt, és az SBK-ban, a fotballcsapat, mindenféle dolgot csináltunk az SBK-ban. Még a mikrofont tökéletes. Fotballoztunk is, és hát azok voltak a legendás fotballmeccsek, a lenne a mostani kézilabda pályán, amikor vélem mentek, azok komoly mérkőzések voltak, nem, a mostani ez már csak vicc. Azok vélem mentek, és akkor komoly fotballcsapat volt az SBK-nak, azt hiszem nyertünk is Népszava kupát, vagy mit nyertünk, nem tudom elmondani pontosan. Ami a akkor... döntőbe kiestetek ellenünk, de nem érdekes. Na jó. Ugorjunk. Nem, veszíteni nem szeret. Én nyerni szeretek, maradjunk együtt. Ez azt hiszem egy jobb meghatározást. Ha veszítek, elfogadom, de nyerni szeretek. Szerintem ez kiváló végszó, nem? Hát nem tudom, időben vagyunk, fejezzük be. Hát a rendelkezésre álló idő úgy tűnik, hogy lejárt, mert közel egy órája beszélgetünk itt. Tehát azért gondoltam, hogy ez egy olyan kiváló... Egy végszó, azért kérdezem, hogy mi akartam főgató lenni? Ezt nem akartam kérdezni, de beszélünk, hogy ezt nem kérdezzük meg. Tessék? Ez nagyon fontos? Akkor, ha már elhangzott, miért akartál főigazgató lenni? Ne, ezt titok marad, jó. Na nem, azért akartam főigazgató lenni, mert úgy gondoltam, hogy a pályámnak a vége, ez így lesz a pályám teljes. Ott kezdtem el dolgozni 73-ban, mint egyetemista, és úgy gondoltam, az nagyon szép lenne, onnan mennék el, mint főigazgató. Hát, nyugdíjban. Ez megeshet még, hogy te fogod bezárni az egészet, úgyhogy... Ezt nem mondtam, azt mondtam, onnan menjek nyugdíjba, úgyhogy elloptad a zárszót. Mert úgy néz ki, hogy ezt szokták mondani, hogy anyám nem egy lovat akartam, mert lehet, hogy én fogom bezárni az SBK-t, ha dolgok alakulnak. És nyilván nem szeretném, de könnyen elképzelhető. De én visszatérve a kérdésemre, hogy megválaszoljam magamat, úgy éreztem, hogy egy méltó bezárása lenne a pályámnak, és nyugodtabban mennék el, mint főgató nyugdíjba, mint a labort nem akar. Laborból nehezebb mennék el nyugdíjba, hogyha laborban maradnék nyugdíjas korom még. Tehát a labort nehéz el feladni. Ezt inkább föl tudom adni. Ez egy más jellegű munka, más jellegű időbeosztást követel, más jellegű figyelmet, másfajta aktivitást. És én azt hiszem, a magam módján ezt a pillanatnyi szituációt egy kicsit kiélezett, nem is bánom. Tehát nekem, én akkor érzem magam, ami történik mellettem valami, körülöttem valami. Most nem nagyon kell kavarni a vizet, a víz kavarom magától. Tehát úgy gondolom, hogy most ez nekem furcsa módon talán még kicsit segíts benne, hogy amit csinálok, azt élvezzem. Van kihívás, mert mondta, hogy szeretek nyerni. Hát igyekszem nem veszíteni ebben a szituációban sem.